Ezen az ingatlanon, tartósan láncon egy kutyát tartanak. A 2016-os jogszabályok szerint ez nem megengedhető, ugyanis biztosítani kell a zebnek a szabad mozgást. Továbbá, hogy nincsen kerítés felhúzva az ingatlanra, ez alapján ugye a gazda nem tudja megtenni azt, hogy a szabadon tudja engedni a kutyát. Tehát ez mindenképpen intézkedéseket követel. Itt vagyunk Érden, a Judit utcába, ahol közel egy hónappal ezelőtt jártunk, egy láncon lévő kutyával kapcsolatban. Nézzük meg, hogy azóta mi történt. Az itt jártunk követően értesítettük a területi illetékes jegyzőt, majd a polgármestert, akik érdemi intézkedéseket nem fogadatosítottak a kutyával kapcsolatosan. Éppen ezért a Sirius állatvédelmi menhelyhez fordultunk segítségként. Itt van velem Böjtös Éva, az állatvédelmi menhely vezetője, és hát az ő közreműködésüknek köszönhetően lett a terület körbekerítve, a kutya becsippeltetve és beoltva, valamint, ha jól tudom, más intézkedések is történtek. Szerettünk volna jobb körülményeket a kutyának, éppen ezért összefogással megcsináltuk a kerítést, és ettől kezdve szabadon lehet Blacky. Blackynek hívják a kutyust, és élelmet biztosítunk a kutyának továbbra is, segítjük a gazdát, és kötelezzük rá, hogy mindenképpen úgy járjon el a kutya érdekében, ahogy az állatvédelmi törvény ezt előírja. Úgyhogy ettől kezdve ellenőrizni is fogjuk. És meg is ígérte, sőt azt is megígérte, hogy cserébe a segítségünkért segít a menhelyen bármilyen fizikai munkában. Remek, és nagyon örülünk neki, hogy sikerült ezt viszonylag egy rövid idő alatt így megoldani. Hát itt ragadnánk meg az alkalmat arra, hogy a Mi Hazánk mozgalomnak, a Zöld Hazánk a politikailag megbízott kabinetje, ami az állatvédelemmel és a környezetvédelemmel foglalkozik. Mi elkötelezettek vagyunk ezen területekkel kapcsolatosan, és hát az állatvédelem és a környezetvédelem egyaránt nem lehet politika kérdése, hiszen az állataink védelme, akár a környezetünk védelme nem pártpolitikusoknak a hozzáállásától kell, hogy függjön. Mi egyet tehetünk azért, hogy biztosítjuk azokat a jogokat és azokat a kötelezettségeket, amik az emberekre, az itt élőkre vonatkoznak. Szeretném meg Csott Károlynak megköszönni, hogy közben járt a kutya érdekében, és hát nagyon jól fogadta Blacky a szabadon létet, boldogan ugrál, úgyhogy minden ellenkező híreszteléssel ellentétben a kutyát a gazda soha nem verte, soha nem bántotta, nagyon is szereti, 2 éves kora óta nála van Blacky, úgyhogy szeretnénk, hogyha a támadások ezután megszűnnének. Nagyon örülünk neki, hogy konstruktív a gazda, és hogy a gazdánál sikerült tartanunk továbbra is a kutyát, hiszen ugyanúgy az állatnak épp úgy szüksége van arra, hogy a gazda közelébe tudjon lenni, mint a gyereknek a szüleire. És hát reméljük, hogy ezzel precedens tudunk teremteni azzal kapcsolatosan, hogy mindenki másnak felhívjuk az állatvédelemre a figyelmét.